A következő néhány percben egy fitballlabdás gyakorlat sorozatot fogok nektek bemutatni, valamint kell hozzá egy egyszerű gumiszallag. Kezdjük egy kis bemelegítéssel. Két körzés egyik oldalra, két körzés másik oldalra. Jó, megyünk jobbra-balra. Mehet le föl. Jó, egy válkörzés hátra, egy előre. Jó, folytatjátok tovább, csak ráteszitek az ujjatokat a vállatokra, ugyanígy körzöl egyet előre, egyet hátra. Jó, felhúz a váll, leenged, föl, le, folyamatosan. Jó, vált, könyököt összeérintitek, és széthúz. Jó, tenyeret érintett, és széthúzod. Figyelj arra, hogy mellmagasságban legyen a kezed. Jó, átlósan, egyik kéz. Másik kéz. Jó, egyik kezet le, másiket fölmozgatod váltva. Jó, lendítesz oldalra, egyik oldal, másik oldal, folyamatosan. Engeded, hogy leessen a kezed, tehát lendületből csinálod. Jó, fönntartod a kezed, vállmagasságba, tenyér fölfelé néz, forogsz oldalra, lábaidat fixálod. Jó, mehet két karkörzés előre, kettő hátra, nyújtva legyen a kar. Jó, egyik kéz csípőn, a másikkal hajt az egyik oldalra. Másik oldalra. Jó, mehet teljes törzs körzés, pici terpeszbász, teljes körzés egyik oldal, vissza másik oldal. Jó, maradsz, nem? Lendíted oldalra a kezeidet. Cserélsz, keresztezed, kézzel lent, és húzod fel a kezeidet. Egyszer az egyik kéz van elő, egyszer a másik. Érinted a bokát, ellentétes kéz, láb, hajlítod a lábat, amit érintesz. A legyeneset, félkört írsz le lábbaddal hátra. Előre, egyik, másik láb. Próbálod minél magasabbra emelni, és ugyanúgy vissza is. Jó, zárod a térdet bokát. Körzöl kettőt egyik oldalra, kettőt a másik oldalra. Jó, mehet szét. És ugyanúgy vissza, összefelé, szét, össze. Jó, csukló és boka körzés. Jó, az első gyakorlatunkhoz szükségünk lesz a gumiszallagra, amit leteszek a bokátokra. Jó, és ráfekszünk a labdára. Hassal ráfekszel a labdára, leteszed a kezeidet. Jó, arra figyelsz, hogy megemeled az egyik lábat, tehát fölemeled az egyik lábat, másik lábat, és hajlítod a kezed előre. Megint egyik láb, másik láb, és hajlít előre a kar. Tehát jobb láb, bal láb, és karhajlítás.
Jó, ebből általában 10 darabot szoktam ajánlani, az egy körön belül 10 darabot megcsinálsz, és megyünk a következő gyakorlatra. Szintén hason fekszel a labdán, jó, egy picit előre egy csúszol, megemeled a lábaidat, páros láb, tehát fölemeled, mind a két lábad hajlított fenék felé, nyújtod és leengeded. Tehát páros láb, hajlít fenék felé, nyújt és leenged. Még egyszer föl, hajlít, nyújt és leenged. Jó, ebből is 10 ismétlést csináljatok meg. És a következő gyakorlatnál mellkas előtt tartod a labdát, legugolsz, tehát figyelsz arra, hogy a lábfejeid párhuzamosan állnak, mellkasnál tartod a labdát, és gugolsz, kilököd a labdát előre, elfordulsz egyik oldalra, másik oldalra, és vissza behúzod a labdát. Tehát gugol, kilök a labda, egyik oldalra elfordul, másik oldalra elfordul, és behúz. Jól mutatom másik irányból is, tehát gugol, kinyújt a láb, előre lök a labda, elfordulsz egyik oldalra, másik oldalra, és behúzod. Jó, ebből is 10 ismétlést megcsináltok, mindegyik gyakorlatot 10-szer, és körülbelül 3-4 kör kinek amennyi megfelel, annyit tud belőle elvégezni. Jó? A következő gyakorlatsornál lefekszel, és a lábaidat ráteszed a sarkadat, jobban mondva, a sarkaidat ráteszed a labdára, és lefekszel. A kezeidet magad mellé teszed, tenyér lefelé néz. Megemeled a csípődet, jó, tehát fölemeled a csípőt, behúzod a labdát magad alá, kinyújtod, és leenged a csípő. Tehát fölemel, hajlít a láb, labdát magad felé húzod, kiengeded, és le a csípő. Még egyszer, megemel, hajlít, nyújt, és lerak. Jó, ebből a gyakorlatból is 10 ismétlést tudtok megcsinálni. Tehát a következő gyakorlatunknál a gumiszalagra lesz szükségünk, amit ráhúztok így a csuklótokra. Jó, a labdát magad mögé veszed, úgy, hogy egy picit a vádlid közé, két vádlid közé helyezed a labdát, amivel meg tudod tartani. Mellkas magasságba kinyújtod a kezeidet, jó, és megyünk rugózzal háromat a labdán, tehát egy, kettő, három, negyedikre fölállsz, és széthúzod a gumit. Egy, kettő, három, fölállsz, széthúz a gumi. Még egyszer, egy, kettő, három, fölállsz, és széthúzod a gumit. Jó, ebből is 10 ismétlést tudtok megcsinálni. És a harmadik gyakorlat ebben a sorozatban, az egy hasizom lesz. A labdát a fejed mögé helyezed, nyújtott láb, nyújtott kar. Érinted az egyik lábat, jó, a labdával, hasprésig ülsz föl, és vissza. Megyünk másik láb, vissza, és utána teljesen fölülsz, és egészen előre hajolsz a lábakra, amennyire csak tudsz. És visszafekszel, tehát megyünk jobb láb, visszafekszel, bal láb, vissza, előre hajolsz, előre tolod a labdát, és hátra. Jó, megyünk még egyszer, megmutatom, tehát nyújtott láb, egyik láb, másik láb, fölülsz, előre hajolsz, és visszafekszel. Jó, ebből a gyakorlat sorozatból is minden gyakorlatnál 10 darab ismétlést ajánlok. 3, 4, 5, kinek mennyi kör felel meg, annyit tud megcsinálni a gyakorlatokból. Jó, és egy rövid nyújtást szeretnék még mutatni. Jó, úgy jössz, ahogy neked kényelmes, kihúzod magad, évdőlted a fejet az egyik oldalra, és tartod. Néhány másodpercig megtartod, és megy a másik oldal. Utalkónál megtámasztod és tolod lefelé. És föl. Összekulcsolod a kezed, mellkasodat hátra tolod. És fölnyújtózol. Egyik kezet leteszed és oldalt elhajolsz. Ilyenkor mindig vegyetek mély levegőt, és kifúj a nyújtás közben. Megyünk a másik oldalra.
és vissza. Egyik láb nyújt, a másik lábat behajlítod. Megyünk a nyújtott lábra mindkét kézzel. És elfordulsz a hajlított lábad felé, nézel magad mögé. Vissza, és előre középre, nyújtott kéz, nyújtott láb, lefelé nézel. És felegyenesedsz, megyünk a másik láb. Megyünk a nyújtott lábra. Elfordulsz a hajlított láb felé, és nézel magad mögé. Visszafordulsz, és előre középre. És felegyenesedsz, jól lefekszel a hátadra, behajlítod mindkét lábad, és átkulcsolod a térd alatt, és húzod magad felé. Veszel egy nagy levegőt, kifújod, csak a hátadra figyelsz. Jó, lent a talajon összeteszitek a talpatokat, és tolod szétfelé a combokat. És vissza. Szétteszed a kezed, megemeled a csípőt. És vissza lerakod. Oldalra fordulsz, hajlítod az egyik lábad hátra. És vissza. Másik oldalra fordulsz, hajlítod. És vissza. Hasra fordultok, mellkas mellé teszed a kezed, föltolod, nyújtod a hasodat. Hol lefekszel a hasadra, szétteszed a kezed, hát mögött keresztbe lépsz, jobb lábbal a bal kezed mellé, próbálod minél följebb lakni a lábad. És vissza, másik oldal. És vissza. Jó, ráültök a sarkaitokra, leszorítod a vállakat, lefelé nézel. Jó, előre lépsz egyik lábbal, testődet előre helyezed. Kifordít a lábfej. És vissza. Másik láb. Kifordít a lábfej. És vissza. Lassan kézzel mászol fölfelé, megtartod néhány másodpercig. Veszel egy nagy levegőt, fújod ki, szép lassan egyenesedsz föl. És a végén kihúzod magad. És kedves egészségetekre!